Peradastra, vagyis meredek úton a csillagok felé. Ez a nem igazán szerénykedő felirat díszítette a Földkerekség 3. fogaskerekű vasútjának kiinduló állomását a Városmajorban. A kontinens első közparkjából induló fogaskerekű a világ technikai csodájának számított, ám a pesti városrésznél jóval szegényebb budaiak úgy gondolták, megéri a beruházás. Döntésük helyességét igazolja, hogy 150 évvel az építés után is működik, sőt fontos tömegközlekedési szerepet tölt be a hegyvidéken, noha a kezdetben kicsit jobban tartottak tőle az emberek, mint manapság. Ez nagyon újdonságnak számított, alig használtak ilyeneket, és hát kicsit félszegen is szálltak föl rá az emberek az elején. Itt a sebességből lehet érzékelni, hogy azért ez nem egy túl gyors vonat szerelvény volt. A kezdetekben 17-tel ment fölfele, és lefele még kevesebbel, 12-vel. Ugye visszafele nem akarták a nagy sebességet elérni, nehogy véletlenül a fék ne tudja megfogni a szerelvényeket. És hát ebben nem léptünk túl nagyot előre, mert a felújításkor, ami 1929-ben volt, akkor a 17-ről 19-re növelték a sebességét, jelenleg 21-jel megy. Ahogy hallották, az első felújításra az indítást követő 55. esztendőben került sor. Ekkor a hajdan ugyancsak szupermodernnek számító svájci gőzösöket is lecserélték, az utasok pedig új vagonokat kaptak. Ezzel Európa, nem csak Európa, de a világon az első villamosított fogaskerekű lett, mert 1929-től villamosították, és innentől kezdve teljesen lecserélték a szerelvényeket. Egy-két szerelvényt még meghagytak, azt felújították, de vettek hozzá olyan villanyosított mozdonyokat, amik újak voltak. Ekkor már a gőzmozdonyok nem jártak, de még egy-egy tervszállítósra néha befogták, és aztán az újabb felújítás az pedig 1973-ban lecserélték a sárga villamosokat, és akkor lettek ezek a most már piros új szerelvények, ami már egy az egyben mozdony és szerelvény, és akkor azóta azok járnak. Úgyhogy eleinte zöld volt, aztán sárga lett, és most pedig piros lett. Ahogy egyre korszerűbb lett a fogaskerekű, egyre igényesebbek lettek a személykocsik is. Még induláskor részben biztonsági okok miatt, részben a nyitott kocsik miatt csak télen közlekedett a fogas. A modernizálást követően már volt első, másod és harmadosztályú jegy is, és a 20-25 embert befogadó kocsikban mindenkinek ülnie kellett. És hogyha megfigyeljük, akkor még a 1929-es járgányokig egészen az összes szerelvény tetején volt egy szék tetején. És ez azért furcsa, mert sokan kérdezik, hogy ott is lehetett utazni, és hát mindig mondjuk, hogy ugye nem volt központi féke az egész rendszernek, az összes kocsiknak külön volt féke, és mivel nem lehetett jól belátni, mert ahogy mondtam, a gőzmozdony az mindig hátul volt. Nem lehetett látni, hogy elől mi van, ezért minden szerelvény tetején ült egy fékező, aki arra azért volt ott fönt, hogy lássa, hogy az út biztonságban van-e, és hogyha látta, hogy valaki van az úton, vagy el van torlaszolva, vagy bármi akadály van, akkor ő jelzett, és akkor külön meg tudták fékezni ezeket, úgyhogy a legtöbb fotón látszik is, hogy a szerelvény tetején áll egy ember, meg ül egy ember, úgyhogy az azért volt, mert gyűltek a tetején a fékező emberek. Európa 3. fogaskerekűjét kezdetben főleg teherszállításra használták, de még a századfordulót követően is fontos szerepet játszottak az úgynevezett pőrekocsik, amelyekre akár lovastul felállíthatták a szekereket, és a fogassal megkönnyítették a Svábhegyre a teherszállítást, amelyre a kibontakozó turisztikai és vendéglátós forgalom miatt egyre nagyobb szükség volt.